Felkérem Szabó Tibor alpolgármester urat köszöntőjének megtartására. Ich möchte Herrn Tibor Szabó, Vizebürgermeister von Bonnyhárd bitten seine Rede zu halten. Tisztelt államtitkár úr, egyház főtanácsos úr, főtiszteletű püspök urak, Esperes úr, tisztelt elnök úr, elnök asszony, tisztelt polgármester urak, kedves vendégeink. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Herr Oberkirchenrat, Herr Bischöfe, Herr De Hand, Herr Regierungsbeauftragter, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, Bürgermeister, liebe Gäste. Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket, és a mai napon együtt ünnepelnek velünk. Az idei esztendőben, a reformáció 500. évfordulóján ünnepeljük a Bajor-Magyar Evangélikus Testvérkapcsolat 25 éve kötött partnerségi szerződését. Nagy örömömre szolgál, hogy az idén az egyház a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen városunkban rendezi meg ezt a mindenki által várt találkozót. Nekünk bonyhándiaknak ez a 2,5 évtized rengeteg élményt és barátságot adott, melyet ezúton is köszönünk. Ich begrüße recht herzlich alle, die an unserer Veranstaltung teilnehmen und heute mit uns zusammen feiern. Dieses Jahr zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation feiern wir den Partnerschaftsvertrag der Bayerisch-Ungarischen Evangelischen-Lutherischen Partnerschaft auch, der schon vor 25 Jahren geschlossen wurde. Es freut mich besonders, dass dieses Jahr die Kirche zusammen mit der deutschen Selbstverwaltung von Bonnhard dieses lang erwartete Treffen in unserer Stadt organisiert. Für uns Bonnharder brachte dieses Vierteljahrhundert eine Menge an Erlebnissen und Freundschaften, für die wir uns sehr bedanken möchten. A több nemzetiségű Bonyhádon az evangélikus németek könnyen megtalálták az együttműködés és az együttélés útját. A völgységben a németek betelepítése által erősödött a reformáció folyamata, hiszen családok hozták magukkal protestáns vallásukat. Az idők folyamán megmaradtak a térségben, letelepedtek, életüket a völgység feltételeihez igazították, és ma is egymás mellett léteznek, dolgoznak. Napjainkra a hagyományaik színes képet alkotnak a gazdasági, társadalmi és kulturális élet különböző területein, és mindez kedvezően hat Bonyhád és a völgység fejlődésére. Az elmúlt évtizedek megmutatták, hogy lehet együtt és egymástól tanulni. In Bonnhard, wo viele Nationalitäten zusammenwohnen, fanden die evangelisch-lutherischen Deutschen den Weg der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens. Im Talboden wurde der Prozess der Reformation durch die deutsche Ansiedlung verstärkt, da die Familien ihren protestantischen Glauben mit sich brachten. Lange Zeit blieben sie in der Gegend, siedelten sich nieder, gestalteten ihr Leben gemäß dem hier gewohnten und die verschiedenen Nationalitäten leben und arbeiten auch heute nebeneinander. Heutzutage geben ihre Traditionen ein buntes Bild auf verschiedenen Ebenen der Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur und das hat eine sehr positive Auswirkung auf die Entwicklung von Bonnhard und dem Talboden. Die vergangenen Jahrzehnte zeigten, wie man zusammen voneinander lernen kann. Kedves vendégeink! Remélem, hogy a Bonyhádon és a völgységben töltött idő maradandó, mély nyomot hagy mindenki lelkében azzal, hogy találkozhattak régi kedves ismerősökkel, felidézhették a testvérkapcsolatunk kezdeti lépéseit, hogy megismerhették az itt élők múltját és jelenét. Liebe Gäste, ich hoffe, die in Bonnhard verbrachte Zeit bleibt durch das Treffen mit alten Bekannten tief in Erinnerung, wo auch die Anfangszeit der Partnerschaft in Erinnerung gerufen werden konnte und dass man die Vergangenheit und die Gegenwart der hier Lebenden kennenlernen konnte. A megismerés által megszűnhetnek a határok és a nemzetek közötti sztereotípiák, és mindenki betekintést nyerhet a másik kultúrájába egy kicsit, és megismerkedhet a hagyományokkal. A tegnapi nap folyamán és ma is számtalan program közül lehetett választani. Köszönettel tartozunk ezért a szervezőknek és segítőknek, hogy mindezt megszervezték. Durch das Kennenlernen können Grenzen, Stereotypen zwischen Nationen verschwinden. Und jeder kann einen Einblick in die Kultur des anderen gewinnen, die Traditionen kennenlernen. Sowohl gestern als auch heute konnte man zwischen vielen Programmen wählen. Wir danken den Organisatoren und ihren Helfern darum. Tisztelt ünneplők! Remélem, hogy a Bajor-Magyar Evangélikus Testvérkapcsolat az elkövetkező 25 évben is olyan tartalmas lesz, mint a magunk mögött hagyott negyed század,
és 2042-ben is elmondhatjuk az utánunk jövők, hogy megtermi gyümölcsét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sehr geehrte Feiernden, ich hoffe, dass die bayerisch-ungarische evangelisch-lutherische Partnerschaft auch in den folgenden 25 Jahren so wertvoll sein wird, wie das vergangene Jahrhundert. Und 2042 wird man sagen können, es hat Früchte getragen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Köszönöm szépen.